A Tilos Rádióban a Héti Réti című műsor csendes csordogálása, mert tovább. Továbbra is, hogyha valakinek van egyébként Free Tibet zászlója, és behozza ide nekünk a Héti Rétűbe, akkor a Héti Rétű műsor ide alatt kilógatjuk itt az ablakon. Más, nem akarunk belekeverni egyébként más műsorokat, sem a Sznobok óráját, sem pedig a pszichológus műsort, a teszt és lélek, nem tudom melyik jön majd utánunk. Úgyhogy csak magunk, mi csak a magunk nevében, de mi egyértelműen kilógatnánk ide. Csak egy kis matricánk van sajnos, azt lefényképeztük és kitettük a borítóképünkre, illetve Kongxian Tibet. Felkérjük Pintér Sándort, Orbán Viktort és országunk vezetőit, hogy küldjék haza a kínai miniszterelnököt, és mondják meg, hogy addig nem jöhet, amíg szabadságot nem ad Tibetnek. Mikor mi történik egyébként? Ide, megmondom, mi történik. A tálai elviszőket pacaltanak. Tálai ilyenkor eldugják, nem? Nem, semmi. A kúrsát, a bénát, meg a tálait azt eldugják. Bemennek egy dobozba, és akkor szépen ott vannak. Nem, ilyenkor nem fogják. Nem. Itt a csárda. Ilyenkor leülnek, és akkor... Pálinka. Ott pálinka, és akkor hozzákezd kús, és azt mondja, hogy Debrecen az. Csak az enyém. Megkérdezik, hogy akar-e Debrecen Egyetemtől dísz egyetemi oktatós, vagy bármilyen címet, bármelyik országba. Aztán kimegy, meglátogatják a izét. Tika Gyékis Roland, ő az? Ilyenkor megtekintenek ilyen dolgokat. Roli, gyere csak be ide. Tudjuk, hogy hallod, 17 másodperc múlva. Gyere már be, testvérem, hát hagyj kérdezzünk már meg dolgokról. És ilyenkor, hát gondolom, gyere, így, azt megkérdezünk, mi újság. Hogy ilyenkor szerintem átbeszélik a gazdasági dolgokat. Halló? Szevasztok, Lobot névvel, Bádri Ari vagyok, szia. Szevasz, Bádri. Szerintem az történik ilyenkor, hogy szólnak a maszkosnak telefonon, mint a Pulp Fictionben, hogy kóbogod két legyet. És beszélt a csárokat, a kósátban a másikat, aztán addig eltórakoznak, ennyi. Anélkül, hogy belegondolnak ennek a mélyébe, tehát nem akarok. Igen, akinek van füle, hallja, testvérem. Utána később odahív, áldaség a hét. Csáó. Utána odahívnak pár jó bevipázott niggert, hogy feszítő basszal, egesztő pisztolyjal dolgozzák. Nem, viccet félretéve, ilyenkor az történik, hogy leülnek, és akkor átbeszélik a gazdasági kapcsolatokat, aha, és akkor azt mondják a kínaiak, hogy figyelj. De ilyenkor az van, hogy jönnek velük csomó ilyen vállalatok, és akkor egymás egy ledílelik a cuccot. De ez van ilyen állítom. Van. Ilyen több szinten, és akkor mit tudom én, vannak ilyen nagy vállalatok, akik egymással beszélgetnek, akkor kisebbek, és akkor azoknak megvan adva, gondolom, hogy akkor most nektek bizniszeket kell kötni. Gondolom én. Hát szerintem ez is megvan, és akkor gondolom ilyenkor a Mészáros Lőncét is eldugják, mert szerintem ő se parti képes, hanem ilyenkor megvannak azok a protokoll van emberek. És jó, köszönjük Lőrinc. Van, amikor sok, van, amikor kevés. És szeretnénk megkérdezni, mondja Tomás Mészáros urat, milyen tévét szeretnék. Jó tévét szeretnék. Egy jobb oldali tévét szeretnék. Így akkorára hisztam végül, van egy jachtom, nagyon remélem, hogy a kínai kollégáknak, munkatársaknak is akkor van, és akkor szeretném megmutatni ezt a kis vasutat, amit az csak az egy. Megette a kis vasutat, vigyázz. Megeszi a szenet. És hát itt a térképen láthatják, itt van Nagybátony, ide járok el a Vikertházban. Lemertél jönni Bátonyba, megölettelek volna, te gyerszük. Azt akarom mondani, hogy ilyenkor a kínai miniszterelnök meggyőződik róla. Megtekinti és meggyőződik. Hogy igen, hogy Magyarországon egyébként megfelelő a diktatúra súlya. Egyébként mi a... Én azon gondolkozom, hogy Magyarország ekkora súly, kínai, ja, minek jöjjenek? Azért jön ide, mert mi vagyunk az Európai Unióban azok, akik fogadják egyáltalán ezeket az arcokat. Igen. A kínai miniszterelnököt biztos fogadják, mondjuk, de nem vagyok benne teljesen egészében meggyőzve. Csak fogadják. Én úgy mondom, hogy én nem fogadnám. Tehát ha én mennék, akkor fogadnám, ha azt mondaná, hogy törekedni fogok rá, hogy
Tibet minél hamarabb visszakapja a szabadságát. Ez azt jelenti, hogy amikor elmegyek innen önöktől, holnap nem. Amikor hazaérek és leszek a gépről, egyből utasítást adok, hogy vonják vissza a csapatokat Tibetből, és hogy Tibet legyen szabad. Ameddig ez nem történik meg, addig ide hozzánk nem tudsz jönni, igen. Se te, se a rokonai, se az egész crew, köszönjük szépen. Sajnos üzletelnünk, lehet, hogy még egy darabig kell, de az se sokáig. Bár sok mindent gyártanak az Kínában. Hát, annélkül nehéz lenne most már magusztani. De először is, Li Keqiang, go home. Kong Xia. Egyébként meg miért csak arról van szó, hogy ez a fószerít van? Miért nem arról, hogy még jön 16 másik? De többiek nem akkor a gengszterek. Hát szerintem azért Közép-Európában biztos, hogy találunk ki még. Ki van még? Jaj, azt már Orbán Viktorral fotózkodik, Dick. Jaj, hagyjad már magad. Budapesti alabárdos étteremben. Az hol van? Erre az van pénz, hallod? Gyertya fényes vacsora Orbán Viktorral. Én azon gondolkoztam, hogy ilyenkor ők egy hotelben laknak vajon, és akkor este egy megy a bárba a haverkodás? Na, fene tudja. Nem, én megmondom az őszintén neked, hogy szerintem ugyanaz megy, mint amikor mi elmegyünk. Én biztos vagyok benne. Ilyen bármennyire este, bebaszkódás. Ugyanaz, dumázgatás, pacsi. Igen, utána még fölhívva még Orbán Janit, hallott-e, itt vagyunk a kínai barátommal. Gyere már le! Gyere már le! Gyere már le a szobába! Gyere már, hozz a kúsát is! Hozzátok le a kúsát! Itt a tálai! Ez az, hogy totálon vagyunk, hallod? Totálon? Hallod, mondjad már azt, hogy pina. Itt a fejszegyre! Most az ezt a nétkor nyugatok. Szóval reggel meg úgy jó napot kívánunk mindenkinek. Megtanítják, hogy kell mondani egy egészségedre. Röhögnek egymáson, hogy mennyire bírja mindenki.